Lakossági fórumot tartottak Balatonalmádiban március elején a 2020 végén felszabaduló focipálya területéről. Az ingatlan többféle célú hasznosításra is alkalmas lehet, melyekkel kapcsolatban a lakosság is kifejthette véleményét. Nagyon fontos időszak előtt állunk, hiszen hosszú-hosszú évek ez meg befolyásolhatja a Almádi jövőjét, hiszen azok a problémák, amiket ugye egyesek felvetettek teljesen jogosan, a szórakozási lehetőségek hiányát, egy városközpont hiányát, azt mind-mind esetleg ezen a területen pótolni lehetne, és nem utolsó sorban a városnak is jól jönne a plusz jövedelem. Volt, aki konkrét javaslattal érkezett. Én szívesen látnék ott egy olyan helyet, hogy kapcsolódva a sporthoz, egy ilyen vízi sportcentrumot. Valószínűleg az egész terület nem kellene hozzá, amit mi megbeszélünk barátokkal, családkollégákkal, az egy csónakházszerűség lenne, ahova kajakot, kenukot, kajak, kenut, és nem tőkesúlyos hajó, tehát amit kézi erővel lehet mozgatni, kalóz és ilyesmi méretű hajó, tehát amit súlyán vízre lehet tenni. És ott egyfajta ilyen olyan központ jönne létre, ahol a biciklisek tudnak találkozni, délután, munka után be lehet menni egyet levezni, utána, hogyha van ott egy hát klassz, modern vendéglő, cukrászda, bármi, egy találkozási pont, ahol a fiatalok is össze tudnak jönni, és én ezt úgy tippelem, hogy tavasztól, márciustól egészen november végéig tudna üzemelni. Mi indokolta a mai lakossági fórum összehívását? A Balatonalmádi Labdarúgó Egyesület vezetése, illetve a szülőkkel karöltve évekkel ezelőtt megkeresték az önkormányzatot, hogy segítsünk nekik azt a problémát megoldani, hogy nagyobb esőzések alkalmával és után hetekig nem tudják a labdarúgó pályát használni. Ehhez hozzájárult nagy mértékben a Balaton magas vízállása is. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nagyon korlátolt az az időszak, amikor ezt a pályát labdarúgásra lehet használni, ez gyakorlatilag áprilistól szeptember végéig. Akkor kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, és akkor merült fel az az ötlet, hogy lehet, hogy egy új helyen kellene egy új pályát vagy pályákat felépíteni, és hát a szavakat tettek, követték, és tulajdonképpen a mai napra eljutottunk oda, hogy az anyagi források reményeink szerint a rendelkezésünkre állnak, megépülhet egy új helyszínen a labdarúgópálya, elkészültek a tervek is. Ez az egyik apropója a mai napnak, hogy itt vagyunk, a másik pedig az, hogy mi legyen a régi helyén, amely a Balatonalmádi város frekventált helyén helyezkedik el, és erre is előbb-utóbb választ kell nekünk adni. Egy helyi egyesület is kérdőíves felmérést végzett azzal kapcsolatban, hogy a helyi lakosság mit szeretne látni ezen a területen, és ha jól tudom, akkor eljuttattak önhöz egy összefoglalót erről a felmérésről. Megkapta ezt ön, polgármester úr? Igen, nemrég került hozzám ez a felmérés, tehát nyilván más felmérések is lesznek még, hiszen ez csak egy interneten, egy csoporton belüli felmérést takar, de minden esetre köszönjük az egyesületnek, hogy ezzel foglalkozott. A mai fórumon is lehetőséget kap a lakosság arra, hogy elmondja véleményét, javaslatait. Hogyan, milyen módon illeszthető ez be az önök elképzeléseibe? Nyilván minden vélemény fontos a számunkra, hiszen nem szeretnénk a lakosság nélkül dönteni. Meg egy-két dolgot tisztázunk is kell egymással, ami főleg az interneten terjed különböző rémtörténetek és téves információk, ezt is itt erre szeretném tenni, és egy konzultáció kezdődik a mai nappal, főleg arról, hogy mi legyen a régi helyén, hiszen biztos vagyok abban, hogy ez nagyon-nagyon hosszú időre meghatározza a városunk fejlődési irányát. Milyen egyéb fejlesztések várhatók Balatonalmádiban? Ugye az említett beruházás az 2020 végén kezdődhet el, most 2019-et írunk, milyen idei terveik vannak? Az említett beruházás már az új pályaépítés az 2020 végére készül el, tehát ez már valószínűleg az idén elkezdődik, de a legnagyobb beruházásunk egy új óvoda építése. Tehát ez is elkezdődött már a január első napjaiban, illetve hetében. Terveznek-e fejlesztéseket a Balatonalmádi strandok kapcsán esetleg? Hát a strandokon mindig van fejlesztés.
Az egyik legnagyobb ilyen fejlesztésünk lenne egy pályázat útján. Ezt egy kicsit halasztottuk, mert egyelőre az önerőt a pályázathoz nem tudtuk biztosítani, de remélem, hogy ha előbb nem, akkor a jövő évi költségvetés terhére a plusz pénzeket elő tudjuk teremteni ehhez a pályázathoz. A hasznosítási elképzelésekről kérdőíves felmérést készített a Városunkért Közösen Egyesület. Miként kapcsolódik az Egyesület tevékenysége a mai fórum témájához? A Városunkért Közösen Egyesület azt a célt tűzte ki, hogy próbáljuk meg a lakosságnak a véleményét megkérdezni, összefogni, csatornázni, és igazából az a tevékenység, amit mi végeztünk ez ügyben, az vezetett oda szerintünk, hogy a polgármester ezt a lakossági fórumot összehívta. A mai téma nagyon érdekes, sokakat érint. A focipálya költözése után mi lesz annak a területnek a sorsa? Ha jól tudom, önök komolyan is foglalkoztak ezzel a témával. Milyen módon és mi jellemzi az eddigi tevékenységüket ebben a témában? Mi egy elég komoly megkérdezést végeztünk a lakosság körében, egy kérdőíves felmérést, ami két részből állt. Első körön megkérdeztük, hogy egyáltalán a lakosság mit gondol arról, hogy ez a városé maradjon ez a terület, és az almádiakat szolgálja, vagy pedig adjuk el egy magánbefektetőnek, és az csinál, amit csinál, városé lesz belőle a pénz. Erre az alapvető kérdésre 98%-ban azt mondták a válaszadók, hogy maradjon a miénk, az almádi polgároké, az itt élő emberéké. Ugye ez a kérdés azért volt fontos, mert hogyha nem ezt választják, hanem azt, hogy persze, adjuk el, majd lesz, ami lesz, akkor a további folytatásnak nem lett volna értelme. Mi volt az ön számára legérdekesebb javaslat? Sokan mondják, hogy itt valami érdekes dolog, valami kreatív, innovatív dolog jöjjön létre, tehát lépjünk ki a sablonokból, és valami olyasmit hozzunk létre, ami a városnak utána hírnevet hoz, turistákat vonz ide, esetleg bevételt is termel. Mi az, amire az almádi lakosok vágynak leginkább ezen a területen? Az teljesen egyértelműen kirajzolódik, hogy az almádiak a Balaton közelségét szeretnék, és azt nem akarják elereszteni, azt nem akarják átadni másnak. Ők ott elsősorban sétálni akarnak, gyönyörködni, pihenni, szórakozni. Nagy része a megkérdezetteknek azt mondta, hogy a szabadidős tevékenység és a vendéglátás valamilyen, és a szórakozás valamilyen arányát szeretné ő ott látni, tehát igényelnek teraszokat, kiülős helyeket, táncolós helyeket, fiatalabbaknak és idősebbeknek is. Elég sokan igényelnének például görkorcsolyapályát, vagy valami olyan létesítményt, ami télen korcsolya, nyáron görkorcsolya, vagy valami egyéb más. Elég sokan igényelnének bowlingpályát, természetesen sokan szeretnének gyerekjátszóteret és különböző szabadtéri sportolási lehetőségeket. Ez jött ki zömmel, és akkor ezen kívül vannak a különböző csoportok, tehát a kutyások szeretnének kutyafuttatót, a horgászok szeretnének horgástéget, a biciklisek szeretnének ott valami olyan központot, ahol lerakhatják a biciklit, kicsit megpihenhetnek, van csomagmegőrző. Tehát a lakosság igazából egy ilyesmi parkot szeretne, ahova télen-nyáron érdemes oda menni. Vannak olyan dolgok is, amik zárt térre, tehát amiért oda lehet menni, meg hát nyáron természetesen turisták is használhatják, és amit még sokan szeretnének, az a szabad strand. És egyéb helyi ügyekkel is foglalkozik az Egyesület, egyéb fejlesztéseket is szeretnének felkarolni, támogatni, megvizsgálni, lakossági véleményeket megkérdezni. Mik a terveik hosszú távon? Igen, mi gyakorlatilag a közéletnek teljes spektrumát szeretnénk átfogni. Van internetes honlapunk, lesz majd kiadványunk, vannak különböző beszélgetéseink, tehát személyes találkozásaink emberekkel. Azt szoktuk mondani, hogy összehozzuk az almádiakat az almádiakkal. Elindítottunk egy olyan sorozatot, egy Köztünk élnek címmel sorozatot, hogy bemutassuk egymásnak az érdekes almádi embereket. Tehát messze nem csak az ilyen típusú témákkal szeretnénk foglalkozni, hanem mindenestől úgy fölpesdíteni egy kicsikét a városnak a hangulatát, az életét. Ugye ez egy nagy kiterjedésű város. Eléggé szétszórtan élnek az emberek. Ez annak nem kedvez, hogy legyenek erős közösségek, viszont nagyon érdekes, hogy nagyon sok kis közösség van. Tehát rengeteg civil szervezet és egyesület van a városban.
akiknek nagyrészt nem sokat lehet tudni a tevékenységéről, csak azok, akik benne vannak. Tehát ők úgy elszigetelten működnek sokan. Nekünk az is célunk, hogy összehozzuk ezeket az egyesületeket. Tehát egyáltalán egyfajta kovász legyünk, hogy akik vannak itt csoportok és emberek, akik eddig nem folytak bele a közéletbe, azok kezdjenek el ismerkedni, kezdjenek el beszélgetni, és hallassuk a hangunkat mindenféle fontos ügyben. Most éppen ez a focipálya ügy, ez úgy nem volt a tervünkben, de miután ez a téma ez berobbant, hát természetesen elkezdtünk vele foglalkozni. De tervezzük azt, hogy minden egyes fontos dologról megkérdezzük az emberek véleményét, és mi azt is felvállaltuk, hogy közvetítjük a mindenkori városvezetés felé, aztán, hogy ők mit kezdenek vele, meghallgatják vagy sem, az már ő rajtuk múlik. Kikből áll az önök egyesülete? 13 alapító tagunk van, és azóta szerencsére több tag jelöltünk is. Almádi emberek vagyunk, különböző szakmákból, különböző korúak, különböző világnézetűek, és mi ezt egy nagyon nagy értéknek tartjuk, hogy igazából ezek az emberek, ezek szót tudnak érteni egymással, és abban egyet értenek, hogy valami jót szeretnének itt Almádiban csinálni, és eljutottak oda, hogy tegyenek is ezért valamit.